Keretes szerkezetű videómat ezzel a képpel kezdjük az ablakomból. Na most biciklizés közben találkoztam érdekes dolgokkal, például ezzel a bringás csomóponttal. Ugyan itt egy szabadtéri konditerem látható. Majd hát a németeknél ilyen fantasztikus dolgok is vannak úton útfélem. Ez itt a Fujitsu. Később a lakcímbejelentő hivatalban is a 5. föl kellett másznom. Kinéztem az ablakon, hát kb. Már a gyönyörű tévétoronnyal voltam, egy magasságban anyám magasra kellett menni. Majd azután kibicikliztem Garkingba egy folyóparton, találkoztam egy ilyen szép színű mecsettel. Garking melletti dombon áll egy ilyen piszokmet szélturbina, egyes egyedül, innen kapja egész Garking a áramot, de akinek még ez sem elég, annak van egy csomó napeleme. Majd megérkeztem a mútra, ezek a zászlók azért vannak kitéve, hogy bátorságot öntsenek a itt tanulókba. Itt aztán láttam egy ilyen szennyvíz csatornát, amiről később kiderült, hogy szélcsatorna és zárt. És aztán később kiderült, hogy ez csak az A szélcsatorna, ebből még van ezek szerint legalább három. Jártam a mechatronika tanszéken, van egy ilyen. Egy táblán láttam ismerős nevű tudományos munkatársvölgyet, illetve Herr Nagy technikust. Ennyi biciklit tárolnak egy metró megállónál csupán. Hát volt vagy 200. És befejezésképp még egy kép az ablakomból. Tschüss!